Ezen a víz alatti felvételen egy örvös galamb iszik éppen az erdei madáritatóból. Az Egy korty című kép mindössze egy pillanatot rögzít, azonban 2 hónapnyi kitartó munka van mögötte. Az alkotó Daróczi Csaba lett a Magyar Természetfotósok Szövetségének 2021-es pályázatán az év természetfotósa. Ez a felvétel az ifjúsági kategória legjobb képe lett. Kismárton Róbert Tükrön című fotóján mezei verebek sorakoznak egy családi gazdaság traktorjának visszapillantóján. A szövetség tavaly 29. alkalommal írta ki a felhívást, melyre akkor 173 szerző összesen 3462 képpel nevezett. A legjobbakból vándor kiállítás nyílt, melynek most a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ adott hont. Azt gondolom, hogy nagy művészeti teljesítmények is, és hát azért van erre szükség, mert jó ezeket látni, és remélem, hogyha a környezetünkkel megfelelően bánunk, akkor mi nagyon hosszú ideig láthatunk ilyen csodákat, amelyek itt most a Váci Mihály Művelődési Központban láthatóak. A kiállítást Váradi Hajnalka környezetvédelmi szakértő, az Zrínyi Ilona gimnázium pedagógusa nyitotta meg. Beszédében arra hívta fel a közönség figyelmét, hogy egy jó természetfotós polihisztor is egyben. Ahhoz, hogy az élő környezetben képeket és tartalmas képeket tudjon készíteni, ismernie kell mind a növényvilág, mind az állatvilág életét, fejlődését, növekedését és ezeknek a változását. Tehát számomra ezért polihisztor és nem csak fotós. A fotózáson pedig azok a technikák jóval több, ami lehetőségükre, jóval többet mutat már a képi ábrázolás az elkapott pillanatokkal és a technika segítségével, mint polihisztor, ahogy említettem, a fizika törvényszerűségeit használva, fények, árnyak, hátterek megjelenítésére van lehetősége, és ez hozza további többlettartalmat. A Magyar Természetfotósok Szövetsége 2022-ben is meghirdette Közép-Európa egyik legrangosabb hazai természetfotó pályázatát. A felhívás célja a Kárpát-medencei ökorégió és földünk természeti értékeinek, élővilágának, tájainak bemutatása mellett a szemléletformálás. Az év természetfotósa 2021 című vándorkiállítás a Váci Mihály Kulturális Központ földszintjén látogatható október végéig.